Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Milyen jövőképetek van a jelenlegi világgal? Hát elég érdekes helyzet, ugye, mert két kötődés van itt Európában. Van a NATO, abban léptünk bele először, utána meg az EU, abban léptünk másodszor. Ugye az egyikben, a NATO-ban 99, az EU meg, ha jól emlékszem, 2006, 4, akkor 2004. És onnantól kezdve az a baj, hogy hát kötelezettségeink vannak az EU-val szemben, vagy a NATO-val szemben. És egy, ezt ugye nagyon jól lehetett látni a Covid időszak alatt például, mert ugye hasonlóan reagáltak az országok a Covid-ra. Volt, ahol szigorúbban, volt, ahol kevésbé szigorúan, de reagáltak. És hát itt a háborúval kapcsolatban is vannak ilyen gondok, hogy ugye azonos reakciót várnak el az országoktól, és ugye a belpolitikában lehet különbség, tehát amit kommunikálnak a lakosság irányába, de végül is ugye azt látni, hogy eddig az elnökök, illetve a kormányfők mindent elfogadtak, amit az EU-ban kitaláltak a háborúval kapcsolatban. És hát ez nem valószínű, hogy a jövőben másként lesz, mert ha eddig így volt, akkor valószínűleg ezután is így lesz. Igazából nagyon durva lesz, amit mondok. Egyre számíthatnak az európai népek, tehát pozitív értelemben. Tehát ugye azt kellene várniuk, hogy ez a háború akkor fejeződne be gyorsan, hogyha az ukránok gyorsan kimerülnének. Tehát minél gyorsabban elvesztenék a háborút, Európának annál jobb lenne. Szó szerint. És azért mondom, hogy ez durva lesz, de Európának annál jobb lenne, minél hamarabb az ukránok elvesztenék a háborút. Tehát ugye szakértőket, ha meghallgatsz, tehát egy atomhatalom az nem tud háborút veszíteni. Oké? Mert ha a háborút veszítene, akkor legvégső fegyverként beveti az atomot. Világos ez? Tehát hogyha bárki azt gondolja, hogy ezt Oroszország el tudja veszíteni, ezt a háborút, akkor nagy tévedésben van. De egyébként nagyon érdekes a történelem, én imádom a történelmet, világéletemben nagyon szerettem, és ugye csak egy baj van a történelemmel, hogy a történelmet hamisítják, és mindig ugye a győztesek szempontjából írják meg a történelmet, és ezáltal ugye hát el van ferdítve a történelem. És hogyha megnézzük például az első világháborút, mint nagy háborút, akkor nem tudom, tudod-e, hogy miért vesztettek az antant hatalmak, illetve a központi hatalmak az antanttal szembe, ugye a központi hatalmak. Tehát ugye a központi hatalmak volt Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia, Törökország, hát a olaszok azok az első világháborúban ellenünk voltak. Az a másodikban volt. Jó, tehát gyakorlatilag miért veszítettek a központi hatalmak? Mert abba a csapdába estek bele, amit a németek okoztak az oroszoknak. Mit csináltak a németek? A németek azt csinálták, hogy úgy ugrasztották ki a háborúból az oroszokat, hogy létrehoztak egy forradalmat. Azt a németek csinálták. Tehát ami azt jelenti, hogy a német titkos szolgálat csinálta.
és ugye Lenint beküldte, így van, beküldte Oroszországba, ezáltal az oroszok kiugrottak a háborúból. És ugye abban a pillanatban, mint az oroszok kiugrottak a háborúból, az erőviszonyok azok teljesen átbillentek a központi hatalmak számára, de ugye beléptek az amerikaiak a háborúba, de közel se annyi katonával, mint az oroszok. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy csak valami 150 ezer katonát küldtek. Az nudli, az semmi. Az semmi. Az azt jelenti, hogy annak révén az Antant nem győzött volna, hanem úgy azért tudott győzni az Antant, mert forradalmat robbantott ki Berlinbe, forradalmat robbantottak ki a titkosszolgálatok. Magyarországon forradalmat robbantottak ki Berlinben, vagyis Bécsben, stb. Stb. Tehát az összes központi hatalomban, tehát központi hatalom országaiban mind forradalom lett, és ezáltal gyakorlatilag a forradalmat kirobbantók letették a fegyvert. Ugye Magyarországon, tehát az egész nagy Magyarországon egyetlen egy idegen katona nem volt, amikor kirobbantották a forradalmat. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy mondom még egyszer, egyetlen egy idegen katona nem volt Nagy Magyarország területén, tehát gyakorlatilag mondjuk Magyarország nem vesztette volna el a háborút, ugyanígy az németek se vesztették volna föl, ugye vesztették volna el, ugye akkor még a poroszok, tehát ők sem vesztették volna el, a németek sem vesztették volna el, ugyanis támadásban voltak. Tehát ami azt jelenti, hogy nem harcoltak Németország területén. Tehát nem volt Németország területén harc. Tehát mikor az oroszok kiléptek a háborúból, akkor ugye új erőre kaptak ugye a központi hatalmak, és gyakorlatilag támadásban voltak, de ott lett a probléma, hogy forradalmak lettek kirobbantva. Érted? Tehát a titkos szolgálatok robbantották ki a forradalmakat. Ezt akarták csinálni egyébként Németországgal is a második világháborúban, ugye nem csak Németországgal, hanem a többi országgal is, csak ott nem tudták megcsinálni, mert sokkal jobban működtek már az adott országok titkosszolgálatai. És lényeg az, de az első világháborút a németek, az osztrákok, a magyarok, a törökök azért vesztették el, mert kirobbantottak forradalmakat. Ugye Törökországban is kirobbantottak forradalmakat. Tehát a szultán. Így van, mert akkor még a szultán viselte a háborút, a szultán ellen. Oké? Szóval nagyon fifikásan csinálták, ezt most azért mondom el, hogy esetleg változás a háború menetében akkor lehetne, hogy fordulat, hogy ha győzzenek az ukránok, és idézőjelbe, ugye a győzelem mi lenne, hogyha visszaadnák minden területet, amit elfoglaltak az oroszok, hogyha Oroszországban forradalom lenne. Csak nem valószínű, hogy lesz Oroszországban forradalom, mert az orosz titkos szolgálat az a világon az egyik legjobb, meg az egyik leghatékonyabb. Oké? Most mondok példát, éppen ma hallottam egy hírt, hogy tehát valami különleges bombát vetettek be, most adtak az ukránoknak, és már be is vetették, és akik ennek a fejlesztésén dolgoznak, azok most ketten, egy házas pár, azok hirtelen meghaltak repülőgép balesetben.
Így van, de úgy, hogy gyakorlatilag a repülő az eltűnt a radaron. És nem találják a repülőnek a roncsait. Oké? Okay? Tehát ami annyit jelent, hogy sehol semmi roncs, és egyszerűen a radaron eltűnt, és nincsenek meg. Jó, azt mondják, hogy valahol a óceán mélyén lehet, vagy valami tenger mélyén, de nem találtak semmit. Tehát egy darabkát se. Szóval lényeg az, hogy egy érdekes helyzet van, ha bárki azt gondolja az EU-n belül, hogy az ukránok nyerhetnek, akkor én még egyetlen egy szakértőtől sem hallottam, tehát én nem híreket nézek, hanem a szakértőket nézem, hogy bármilyen esélyt is adtak volna az ukránoknak. Tehát gyakorlatilag a szakértők semmilyen esélyt nem adnak az ukránoknak, hogy ebben a háborúban győzhetnek, sőt, ugye minél hosszabb a háború, annál nagyobb a veszteségük, tehát a területi veszteség is, és minden veszteség. Tehát gyakorlatilag, ha ugye okosak lettek volna, akkor már mondjuk lassan egy évvel ezelőtt tehát már tárgyalásokat kezdtek volna, és befejezték volna a háborút. Érted? Tehát ezzel azt érik el ugye az ukránok, hogy egyre több és több területet foglaljanak el, egyre nagyobb áldozatok árán. Na most a propaganda az azt mondja, hogy körülbelül azonosak a veszteségek. Ez nagy tévedés a szakértők állítása szerint. Sokkal nagyobb az ukránok vesztesége, több mint 150 ezer fő már az ukránok vesztesége. És ehhez képest az oroszok vesztesége sokkal kisebb, de logikus, hogy miért? Mert körülbelül 6-szoros légifölény és ágyúzás, hogy hívják ezt? Tüzérség, köszönöm szépen, tüzérségi fölényük van, ami azt jelenti, hogy a legtöbben ennek következtében halnak meg. Tehát a legtöbben a tüzérség és a repülőgépek bombázásai által, illetve a rakétatámadások által halnak meg. Tehát, és azt az oroszok csinálják, és nem az ukránok. Világos? Az elsősorban. Tehát, és én most nem magamat képviselem, hanem mondom, több szakértőt szoktam hallgatni, és egyetlen egy szakértőtől nem hallottam azt, hogy bármilyen kis esélyük is lenne az ukránoknak. Tehát de a média, ha megnézed a hírekben, az körülbelül úgy állítja be, mint az ukránok és az oroszok azok pariba lennének egymással, tehát mintha azonos erők harcolnának egymással szemben. Tehát érdekes helyzet van, ezzel ugye mit érnek el? Hát ugye nagy gondot érnek el. Miért? Mert hát ilyen készülődések vannak itt a lengyelek, a románok, tehát Románia vissza akarná kapni Moldvát, a lengyelek akarnak egyesülni Ukrajnával. Na erre varjatok gombot. Nem vicc, ez komoly. Senkivel nem tárgyalt annyit a Zelenszkij, mint a Dudával, a lengyel elnökkel, tehát egyetlen egy más államfővel se. És tényleg felvetődött ez, mert akkor ezzel, gondoljátok végig, Ukrajna beadta a NATO csatlakozási kérelmét, és beadta ugye az EU-hoz való csatlakozási kérelmét. Ha egyesülne Lengyelországgal, akkor abban a pillanatban NATO és EU tag. Mind a kettő. Egyszerre. Igen ám, de abban a pillanatban egy NATO és EU tag háborúzik az oroszokkal. És mi pedig NATO és EU tagok vagyunk. Basszus kulcs. Ez a probléma. És ez a baj, hogy minél jobban húzzák az időt,
annál jobban, annál nagyobb az esély arra, hogy, hogy ezt az egyesülést akár megcsinálják. Tehát a lengyelek most a balti államokkal próbálnak szövetkezni, meg a románokkal. Erről a médiában nem hallotok, csak kizárólag szakértőktől. Tehát szövetkeznek a balti államokkal, próbálnak szövetkezni, és próbálnak szövetkezni, mondom, Romániával. Mert Romániának fáj a foga Moldvára, ugye Moldva is beadta a NATO kérelmet, meg Moldva is beadta az EU kérelmet. Hát most gondold végig, vajon ez mennyire tetszik az oroszoknak. Mert ugye Moldva az orosz terület volt. Oké? Okay. Hát Szovjetunió része volt az orosz terület. Az Szovjetunió területe volt, és kész. Ennyi. Jó? Tehát, és az összes olyan rész, ami Szovjetunióhoz tartozott, ugye abban történt egy megállapodás a 90-es évek elején, hogy függetlenek maradnak. Tehát független államok maradnak. Mind. Moldva is, Lettország is, Litvánia is, Észtország is, Fehér Oroszország is, Ukrajna is, stb. Stb. Tadzsikisztán, Kazasztán, Grúzia, Örményország, stb. Hogy ez mind független marad. És az amerikaiak, meg a nyugati országok, azok folyamatosan azt akarják elérni, hogy társuljanak. Na most ugye megint van egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy mekkora kamukat látni, ugye meg hallani a médiában, hogy a NATO az egy védelmi szervezet. Na mondom, utána nézek már, mert én úgy tanultam, hogy a NATO volt előbb, és a Varsói Szerződés utána. Na most, a NATO 49-ben alakult. A Varsói Szerződés 55-ben. Akkor most melyik a védelmi szervezet? Melyik volt? Hát én úgy gondolom, hogyha nincs mi ellen védekezni, akkor minek kell katonai szövetséget létrehozni? Csak azért, hogy valami háborús céllal, nyilván. Oké? Nyilvánvaló. Támadó jelleggel és nem védelmi jelleggel. Védelmi jelleggel a következő szövetség jön létre, azzal szemben, ami már létrejött. Világos ez? Logikusan nézve. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy és ha megnézzük például a NATO-t, nagyon érdekes az is, mert 31 országból áll a NATO, abból egy nem európai. Az összes többi az európai. Az egy az amerikai. Nincs. Nincs olyan, hogy Japán. Nincs. Az összes 30 ország az mind európai ország. Egyetlen, a NATO-ban egyetlen egy olyan ország van, ami nem európai, az Egyesült Államok. Jó? Nem, nincs benne. Nézz utána. A Wikipédián megnézed. A legfrissebb, mert benne van már Finnország. Pedig az most nincs két hete, hogy egyesült, és már benne van a Wikipédiában. Úgyhogy semmi, semmilyen más ország van. Olyan van, hogy a média mondja, hogy Japán be akar csatlakozni a NATO-ba, ilyet, ezt a média mondja, de nincs ilyen, nincs ilyen. Szóval a lényeg az, hogy nagyon érdekes, például Albánia is NATO-tag. Ezt csak úgy mondanám. Gondoltátok volna? Egy olyan ország, ahol tudod, miből él Albánia? Kábítószer alapanyaggyártásból. Érted? Tehát kábítószer alapanyag termesztésből, bocsánat. Ebből él Albánia, és eladják Svájcnak a kábítószert. és NATO-tag. És akar csatlakozni az EU-hoz. Jó, mi? Na most ugye megnéztem azt is, csak úgy kíváncsiságként, csak hogy tisztában legyetek ezekkel a dolgokkal, utána néztem, hogy ugye EU-hoz
ugye hosszas tárgyalások útján lehet csatlakozni, ezek a tárgyalások körülbelül 15 év. 15 év. Ugye a NATO-t, és ugye maradjunk az EU-nál, és ha megfelel a feltételnek, akkor csatlakozhat az EU-hoz. És úgy van, hogy hát akkor lehet jelölt az EU-ban egy ország, hogyha már egész jól megfelel a feltételeknek. És például van két ilyen ország, amelyik Makedónia és Grúzia, amely ugye nem felelt meg a feltételeknek, ezért még nem lehet tagjelölt. Érted? De Ukrajna az tagjelölt. Na most Ukrajna megfelel a feltételeknek? Az EU csatlakozási feltételeknek egy pontban is megfelelt valaha? Röhely. Érted? Egy röhely az egész. Az egész egy röhely. Na most én azért beszélek ilyenekről, ez nem politizálás, hogy ne érts félre, hanem hogy lássák az emberek, hogy ahhoz képest, amit egymástól hallanak, meg amit a médiából hallanak, mert ugye amit egymástól hallanak, azt az emberek a médiából hallják, akkor ahhoz képest a valóságot lásd, és ne azt, ami a médiából jön. Érted? A médiában teljesen elferdítik a dolgokat. És teljesen nem úgy van, ahogy az a valóságban van. Jó, tehát ezt most azért mondom, mert igazából mivel van nagy gáz? Két dologgal, nem a gázzal. Az EU-tagsággal és a NATO-tagsággal. Ezzel van nagy probléma. Oké? Okay? És arról nem is beszélve, amiről a múltkor beszéltem, hogy gondold végig, beszéltem róla, erre másnap nézek egy videót megint egy szakértőtől, érted? És a szakértő elmondta ugyanazt, amit én. Mit? Azt, hogy az lenne a legnagyobb szabadságelvonás, hogyha nem lenne készpénz. A Bogár László beszélt erről, meg a Boros Imre egy riportban, és utána hallottam, pont erről beszéltek, hogy ha tehát az lenne a szabadságjogok teljes megvonása, hogyha megszüntetnék a készpénzt. Márpedig az EU-ban erre komoly törekvés van. Világos ez? Hát ugye az USA-ban sokkal nehezebb a helyzet, mert ott nagyon nagy mennyiségű spanyol bevándorló van. Ami azt jelenti, spanyol ajkú bevándorló van. Tehát ugye Dél-Amerika felől, Közép- és Dél-Amerika felől, ugye Mexikó felől. És azokkal nehéz dolguk lesz. Érted? Tehát azokkal nagyon nehéz dolguk lesz, mert ők nem egy olyan társadalomban jöttek, mint az amerikai társadalom. Ők, tehát például az olyan országokban, ahol az arabok már sokan vannak, ott tudti, például itt Európában, ott tudti, hogy ellenállásba fognak ütközni. Mert az arabok azok nem elfogadó emberek. Tehát ha te voltál már az araboknál, akkor egy pillanat alatt szembefordulnak veled. Érted? Tehát egy pillanat alatt. Mit tudom én, most mondok példát, bazárba voltunk ugye Tunéziába,
de ez nem most volt, a 90-es években, és hát nézelődtünk, vásároltunk, és akkor simogatta a feleségemet, érted? Én meg rászóltam, hát keményen rászóltam, hát egy pillanat alatt olyan agresszív volt az a férfi, hogy ihaj, érted? Még neki állt feljebb, persze, persze, jó, tehát, és láttam azt, tehát úgy működtek, mint a cigányok működnek itt Magyarországon egy az egybe, hogy láttam azt, hogy pillanatok alatt már kezdtek összefogni ott az arabok, érted? Semmi, semmi, eljöttünk onnan, ennyi, tehát semmi vége nem lett, de láttam az agresszivitásukat. Tehát az arabok, azok elég agresszív népség. Tehát azokkal szemben nehéz dolguk lesz mondjuk a hollandoknak, ahol már az olyan országokban, ahol például a franciáknál is miért vannak tüntetések? Hát tudni, hogy elsősorban a bevándorlók csinálják, az hód biztos. Oké, okay, tehát ott, ahol bevándorlók vannak, nagyobb létszámban, Svédországban is vannak no-go zónák, ami azt jelenti, hogy a rendőrség nem mer bemenni. Érted? Tehát nem mer bemenni. Na most ott hogy fogják a készpénzt megszüntetni ezekben az országokban? Érted? Tehát lényeg az, hogy de hát mondom, van egy ilyen törekvés, és ugye volt egy olyan törekvés, csak hogy tisztában legyünk, hogy legyen világhatalom. Tehát világhatalom. Az azt jelenti, hogy úgy gondolták, hogy az amerikai hadsereg segítségével majd létrehoznak egy központi világhatalmat, nem az amerikai elnök vezetésével, nyilván az amerikai elnök bábságával. Tehát bábságával a háttér. Na most... azt mondani, hogy háttérhatalom, de én hallottam egy jobb kifejezést, amit a szakértők mondtak. Azt mondják a szakértők, hogy a nemzetközi, hogy is mondták? Pénzhatalom. A nemzetközi pénzhatalom által. Milyen jó kifejezés. Igen. Tehát már nem azt mondják, hogy háttérhatalom, oké? Okay? Hanem a nemzetközi pénzhatalom. Mert ez jogos, mert szó szerint nemzetközi pénzhatalom a Rothschild család, a Rockefeller család, a Morgan család, a Warburg család, a Habsburg család, a Windsor család, stb. Stb. Érted? Ők a nemzetközi pénzhatalom. Érted? Tök tetszett ez a kifejezés, úgyhogy ezen túl a háttérhatalom helyett ezt fogom alkalmazni. Lényeg az, hogy gondold végig, tehát ez a nemzetközi pénzhatalom, ugye a Rothschildokkal az élén, azt úgy gondolták, hogy majd létrehoznak egy központi világhatalmat az amerikai kormány, az amerikai elnök segítségével, illetve az amerikai hadsereg segítségével, érted? Tehát ugye ezt gondolták. Na most ebbe köptek bele az oroszok, meg a kínaiak. Ebbe köptek bele. Tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom én, láttam megint egy szakértőtől egy videót, tehát betettek egy videót, hogy a dél-afrikai elnök nyilatkozta, hogy mivel lesz egy G7-es találkozó, vagy mi a manó, vagy G20-as, mit tudom én hányas találkozó Dél-Afrikába, és ugye azon részt kell venni az oroszoknak is, és ott ugye a legmagasabb vezetők vesznek részt, és azt mondták, hogy ők nem fogják elfogni Putyint, tehát azt mondta, tehát nem, tehát lényeg az, hogy ő nyilatkozott. Tehát nem fogják elfogni Putyint, hiába van ez a bizottság, ez a nemzetközi hágai bíróság, érted? Mert azt is nyilatkozta, hogy az amerikai elnökök, akik legutóbb voltak, a Trump kivételével,
milyen háborús bűnöket követtek el, érted? Mondjuk Irakban, stb. Stb. Afganisztánban, és ott sorolták, érted? És őket akkor miért nem? Közben ugye Putyinra ráfogták ezt a gyerekrablást, közben gyerekeket mentettek ki az oroszok a háborús övezetből. Olyan gyerekeket, akiknek meghaltak a szülei, vagy eltűntek a szülei, és ott voltak a gyerekek, érted? Tehát ez nem gyerekrablás volt, hanem gyerekmentés volt. És ennek utána nézel, ez tényleg így van. És ez nem orosz pártiság, tehát a szakértők nem orosz pártiak, hanem reálisak, érted? Tehát reálisan látják a dolgokat, és nem olyan, mint a média, hogy ami az érdekük, azt nyomják, azokat az információkat nyomják. Jó? Tehát a szakértőknek nincs érdekük, ők reálisan próbálják megítélni a helyzeteket. Jó? Tehát ráadásul az a helyzet, hogy világéletemben, információ szinten érdekelt, hogy mi van a világban. Tudod miért? Nagyon egyszerű. Én kisgyerekkoromtól minden este azt hallottam, hogy a édesapám hallgatja a Szabad Európa Rádiót. Minden este. Oké? És én minden este hallottam, hogy édesapám hallgatja a Szabad Európa Rádiót. Na most volt egy olyan történelem tanárom az általános iskola felső tagozatába, aki politikai kérdéseket is föltett a gyerekeknek. Képzeld el, hogy a világpolitikára vonatkozóan. És a gyerekek közül én voltam az, aki messze többet tudott a politikáról, mint bármelyik osztálytársam. De azért, mert apu hallgatta a Szabad Európa Rádiót, és az én szobám és a közt, ahol apu hallgatta, volt egy ajtó, ráadásul üveges, ezáltal én mindent hallottam. És onnantól ugye engem érdekel a világnak a helyzete gyerekkoromtól, pont azért, mert ugye aputól kiindult ez a dolog. És ezért ugye én szoktam nézni, amikor ilyen hülyeségek vannak, amire azt mondom, hogy ú, ez nem igaz, akkor elkezdek utána nézni, és megnézek szakértőket. Ugyanígy jártam a Covid-nál is, hogy az első pillanattól szakértőkkel kezdtem el foglalkozni, mármint úgy értve, hogy kezdtem el szakértőket nézni, és a szakértőktől kezdtem el véleményt elfogadni, és nem a médiától. Világos ez? És ezáltal ugye az megerősített, a szakértők megerősítettek, hogy pont jól gondolom, és nem a média gondolja pont jól. Na most ezért javaslom, hogy emiatt a sok sületlenség miatt, amit a média nyom, ne a médiában értesülj információkról, jó? Hanem ha valami információra van szükséged, akkor nézz utána szakértőknél, jó? Tehát szakértőknél. Szóval, ugye egy érdekes világban élünk, ezt most csak azért mondom, mert nem élhetsz már úgy, hogy majd lesz valahogy. Érted? Tehát nem élhetsz úgy, hogy majd lesz valahogy. Az a világ elmúlt, hogy majd lesz valahogy. Tehát itt neked arra is kell lenni terved, hogy mi van akkor, ha ez van, mi van akkor, ha az van, mi van akkor, ha az van. Érted? Mert nem egy olyan világban élünk, mint ami 2020 előtt volt. Érted? Volt egy békés világunk 2020 előtt, ahol az emberek el voltak, mint a befőtt, ahol a jó emberek nem csináltak semmit, azért, hogy a rossz eluralkodjon a Földön. Szó szerint, mert ez történt. Az emberek többsége, ugye nagyon nagy többsége, 80%-a az jó ember, de a jó emberek, megnézed, mit tettek azért, hogy legyen egy jobb világ? Semmit. Semmit se tettek. Sőt, hagyták magukat a jó emberek,
elhűíteni. Az azt jelenti, hogy mulasztás. Mulasztottak abban a kérdésben a jó emberek, hogy fejlesszék a tudatosságukat. És ezáltal, hogy nem szoktak hozzá ahhoz, hogy fejlesszék a tudatosságukat, én nekem 87 óta kellett fejlesztenem a tudatosságomat, mondom kellett, mert azóta olyan foglalkozásokat űzök, ahol kell fejlesztenem a tudatosságomat, de a legtöbb ember nem szokott hozzá, hogy fejlessze a tudatosságát, ezáltal elszokott a tudatosság fejlődéstől, elszokott az információgyűjtéstől, elszokott attól, hogy utána nézzen dolgokat, hogy reális képet lásson a dolgokról, ne egy egyoldalú képet lásson a dolgokról, hanem reálisan azt lássa, ami valóságban van, vagy közel a valósághoz lévő dolgokat lásson. Ezektől az emberek elszoktak, teljesen elszoktak, és most nehezen szoknak vissza, pedig vissza kellene szokni. Vissza kellene szokni, hogy nem veszitek be ezt a sok maszlagot, amivel tömik az emberek fejét, érted? És utána nézel. Ennek van egy másik óriási előnye, tudod, hogyha utána nézel. Miért? Mi az előny? Hát ez a sok maszlag, onnan főleg nézzétek 2020-tól, 2020 évelejétől. Ez a sok maszlag, amivel tömik az emberek fejét, az embereket rossz hangulatba vitte. Tehát rossz hangulatba. Ez mit jelent? Hát gondold végig, hivatalos adatok szerint a magyar lakosság 70%-a a Covid ellen beoltatta magát. Oké, legalább egy oltása. Hát az azt jelenti, hogy az emberek 70%-a lekerült félelembe, és azért beoltatta magát. Erre te azt mondod, hogy de hát te azért oltottad be magad, hogy utazhass, vagy azért oltottad be magad, mert a munkahelyeden köteleztek. Na most erre csak azt tudom mondani, hogy féltél attól, hogy nem utazhatsz, tehát féltél attól, hogy nem utazhatsz, ezért beoltottad magadat. Féltél attól, hogy kirúgnak, ezért beoltattad magadat. Nem tudom, elég világos vagyok-e, hogy sikerült elérni, hogy féljél nem a Covid-tól, hanem attól, hogy kirúgnak, vagy attól, hogy nem utazhatsz. Világos ez? Vagy attól, hogy nem ülhetsz be egy étterembe. Ettől féltél, és ezért beoltattad magadat. Ami azt jelenti, hogy ha végig gondolod, tök mindegy, hogy a Covid-tól fél valaki, vagy attól, hogy nem utazhat, vagy attól, hogy ne, kirúgják a munkahelyéről, ez, vagy attól, hogy nem ülhet be egy étterembe, azt félelem, te! Gondolkodj már! Az így is, úgy is félelem. Tehát sikerült a lakosságnál elérni azt, a lakosság túlnyomó többségénél, hogy féljen. És azt is sikerült elérni, hogy hosszú távon féljen. És az ember úgy működik, hogyha egy hosszú távon csinál egy bizonyos hangulatot, például a félelmet, akkor ott marad a hangulata. Most a lakosság nagy része félelem szintjén van. Erre rátettek egy lapáttal azzal, hogy gondold végig, azzal rátettek egy lapáttal, hogy itt van a háború. És félni kell a háborútól. De tudod, ki fél a háborútól? Akinek nincs megoldása. Világos ez? Tehát nincs megoldása. Na most mondanék ezzel kapcsolatban egy dolgot. Ugye lehet azt mondani, hogy most milyen megoldás lehet, hogyha elpusztítják a bolygót. Hát, és meghal mindenki. Én tudom, hogy a halálom után melyik bolygóra fogok inkarnálódni. Érted? Tehát, hogyha a testem meghal,
Én tudom, hogy hova fogok inkarnálódni. Ami azt jelenti, hogy én ennyit nem félek a haláltól. Érted? Az, hogy te félsz a haláltól, az a te bajod. Világos voltam? Az nem más problémája, hanem az a te problémád. És azért, mert félsz a haláltól, tudod, miért félsz? Azért, mert tudatlan vagy a halállal kapcsolatban. Ha elég tudásod lenne a halállal kapcsolatban, akkor nem lenne félelmed. Miért? Mert a halál utáni létközi állapot, utáni inkarnáció, az annak a következménye, hogy ebbe a büdös életben mi a francot csinálsz. Világos ez? És ebbe a büdös életben jó dolgokat csinálsz, akkor nem kell félni a következő életettől. De ha ebbe az életedben nem jó dolgokat csinálsz, akkor jogos a felvetés, hogy félned kell a következő életettől. Nem a létközi állapottól, attól nem kell félni, hanem a következő élettől. Mert most gondold végig, ha mondjuk jól csinálod a dolgokat, ez eddig így történt, jól csinálod az előző életedben, jól csináltad a dolgokat, akkor beszülettél egy olyan családba, ahol tök jól érezted magadat. De az előző életedben nem jól csináltad a dolgodat, akkor végig szenvedted az életedet. Nem kell ezt így elhinni, hogy én ezt elmondtam. De ez így van mindenki számára. Világos ez? És ha az életedet te nem élvezted, hanem szenvedtél ebben az életedben, akkor ne csodálkozz, hogy szenvedtél, mert az előző életedben nem tetted a dolgodat. Nem kellene tenned a dolgodat ebben az életedben? Hogy a következő életed egy jó élet legyen? Eddig nem tetted a dolgokat, és fogalmad nincs, hogy mit tegyél, ha mondjuk netántán itt lenne egy háború. Nekem van forgatókönyvem, hogy én mit fogok tenni. Érted? Neked van-e? Tehát annak is utána néztem, hogy az egész hogy működik, érted? Hogy hogy működik az, jó példa, hogy működik az, hogy egy háború létrejön. Mivel szeretem a történelmet, a közelmúlt történelmét is szeretem. Nem csak a távoli történelmet. A legtöbb olyan ember, aki szereti a történelmet, a múlt történelmével foglalkozik. Csak ugye azzal az a baj, hogy a múlt történelmét nem tudod felhasználni a jelenben. A közelmúlt történelmét tudod felhasználni a jelenben. Oké? Az, hogy mit csinált, mit tudom én, Mátyás király, vagy István, vagy Attila, vagy mit tudom, bárki, ezt a jelenben tudod felhasználni. De az például, hogy hogyan indult el mondjuk a orosz-ukrán háború, és annak milyen előzménye volt, azt fel tudod használni. Érted? És az egy közelmúlt történelem. Tehát az ember, mikor a történelemmel foglalkozik, a tegnapi nap is egy történelem. Nem csak a 500 vagy 1000 évvel, vagy 5000 évvel ezelőtt történtek a történelem, hanem a tegnapi nap is történelem. Minden nap az történelem, ami elmúlt. Oké? És az embereknek maguktól nem jönnek arra rá, hogy leginkább akkor tudod használni a mindennapjaidban a történelmet, hogyha a közeli történelmet vizsgálod. Érted? Ami nemrég múlt el. Nemrég történt meg. Érted? Minél régebbi egy történelem, annál kevésbé úgy van, ahogy volt. Érted?
mert annál többen írták át. Érted? És ezáltal annál hamisabb tud lenni egy múltbéli történelem. Tehát ezért a történelmet nem úgy érdemes meg ránézni a történelemre, hogy valami régi, majd mit tudom én, majd a tegnapi napra majd ránézek 50 év múlva, nem, hanem a tegnapi napra ma kell ránézni, oké? Tehát ez azt jelenti, miért? Mert a tegnapi napot nem sokan változtatták meg, érted? Még nem sokan írták át, még a tegnapi nap egész olyan, mint ami tegnap történt. Érted? Úgyhogy olyan jó lenne, ha nem kellene ilyeneket tanítani, mert hogy tudnátok, komolyan mondom, olyan jó lenne, hogyha úgy tudnátok élni az életeteket, hogy ahogy azt tényleg élni kell, ahogy éppen a realitásokra alapuljon az a cselekvés, az a döntés. Érted? De ehhez ugye kellene az, hogy használd az agyadat. Gondolkozz. Gondolkozz. Tehát én, ugye ez a gondolkodás mit jelent? Ez azt jelenti, hogy gondold végig, nézz utána, stb. Stb. Az azzal kapcsolatban is nyugodtan csinálhatod, amit én mondok. Nekem aztán tök mindegy, hogy csinálod vagy nem csinálod, de azt javaslom, hogy csináld. Tehát nekem se kell elhinni, nézz utána. Tehát amit mondok, hogy az úgy van-e. Semmi gond nincs ezzel. Oké? Nyugodtan utána nézhet. Nekem veled szemben semmilyen érdekem nincs arra, hogy hazudjak. Érted? Semmi. De mondom, nyugodtan utána nézhetsz. És hogyha megerősítést nyer az, amit mondtam, akkor örülök neki, hogy mástól is hallod ugyanazt. Mint például volt valakinek most egy házaspárnak párkapcsolati gondja. Hát mondom, akkor kb. Másfél hónappal azelőtt láttam egy videó bevágást. Tehát egy szakembertől. Tehát aki párkapcsolati dolgokkal foglalkozik évtizedek óta. Avval is. És attól láttam egy videót. És nagyon érdekes volt, ha ezt mondod, hogy ez véletlen, érted? Ezt a videót úgy láttam, hogy valaki küldte Skype-on. Érted? De mondom, másfél hónapja. Úgy durván, februárban láttam. Oké? És valaki megint küldte ugyanazt a videót, egy másik ember. Megint csak Skype-on. Erre ugye megnyitottam. Tehát ez egy YouTube-os videó. Ugyanattól az embertől, ugyanaz a videó. Hát rögtön ráismertem, hogy azt én már láttam, de fogtam és ugye egyharmadától elkezdtem belenézni. Tehát közben csináltam a dolgomat és hallgattam azt a videót. Utána befejeztem, körülbelül rá egy órára hívott egy párkapcsolati coachingra miatt, tehát párkapcsolati dolgok miatt, és fogtam és azt mondtam, hogy itt van egy videó, átküldöm nektek, pont aktuális számotokra, nézzétek végig, oké? Na most, ha azelőtt, tehát ha én ezt nem néztem volna meg akkor, akkor nekem nem jutott volna eszembe, hogy azt azelőtt láttam. És elküldjem azt a videót, eleve keresgélnem kellett volna egy csomót. De eszembe se jutott volna.
De így, mivel előtte egy órával néztem meg, nyilván tök logikusnak tűnt számomra, hogy nézzétek végig, ez miért volt jó nekem, nagyon egyszerű, mert két dolgot mondhattam. Egy, nézzétek meg egy másik szemétől, hogy ne csak tőlem halljátok ugyanazt. Kettő, időt spóroltam meg. Érted? Mert nem nekem kellett elmondani. Világos ez? Na most, megkérdezem tőletek, főleg azoktól, akik nem tanulnak itt. Tehát mi erre az esély egyébként? Ha ezt nem szervezték meg. Érted? Tehát mi erre az esély? Nulla. Nulla. Gyakorlatilag nulla. Nincs esély. Tehát ez egész fentiek által megszervezett dolog volt. Érted? Pont akkor hívtak. Pont rájuk érvényes volt videónézés közben. Eszembe is jutott az, hogy na, rájuk vonatkozik. Érted? Erre hívtak, pedig nem beszéltem velük erről a témáról, ami kellett nekik a segítség. Hívtak, érted? És mi az esély? Na szóval, ezt most miért mondom? Hát azért, mert az ember az csinálja úgy a dolgát, hogy nézzen utána a dolgoknak, és képezze magát, érted? Képezze magát. És hogyha valakinek nem hiszel, akkor nézd meg másoktól is, hogy vajon azt mondják el. Nyilván én tanultam nagyon régóta, még a 90-es években, annak is talán az elején, mióta emberek szervezésével foglalkozok, hogy mennyire fontos az, hogyha az ember valamit nem tud, akkor szakértőkhöz forduljon. Ezt avval kapcsolatban tanították, hogy amikor mondjuk valakit szervezünk, ugye emberek szervezésével foglalkozok 91 óta, tehát ha valakit szervezünk, akkor az emberek hajlamosak arra, hogy hallanak egy jó dolgot, és akkor olyan emberektől kérjenek tanácsot, akik holt hülyék ahhoz a dologhoz. Érted? Tehát null információjuk van azzal a dologgal kapcsolatban, azzal a konkrét dologgal kapcsolatban. Tehát nem általánosságokról van szó. Tehát hogyha te például Ukrajnáról akarsz konkrét információkat, akkor nem a vietnámi háborút kell nézned, hanem az ukrán háborúval kapcsolatos szakértőket, és nem a vietnámi háborúval kapcsolatos szakértőket, mint a világos. Tehát mert mit csinál a legtöbb ember? Ha valami jó dolgot, ami neki tetszik, utána otthon megbeszéli a gyerekével, édesanyjával, férjével, feleségével, akárkivel, akinek hót fogalmuk sincs az egészről. Na ezért ugye nekem már a 90-es évek elején tanították, hogyha valamilyen információt akar az illető tudni, akkor szakértőt kérdezzen meg. Érted? Tehát nem az a szakértő, aki valamiben bukott, valamiben veszített, az nem szakértő. Nem tudom, elég világos voltam-e. A szakértő az, aki azon a területen jó. Érted? Tehát azon a területen jó, az a szakértő. Nem az, tehát most gondold végig, valaki berakta a pénzét valahova, és elbukta a pénzét, az nem mondhatja magáról, hogy ő egy befektetési szakember. Vagy szakértő. Oké? És közben őt megkérdezi valaki, akkor azt mondja, hogy benefektes. Tehát ő mint szakértő, érted? Rögtön ezt fogja mondani.
Azért, mert ő bukott. Világos ez? Tehát valaki valamin bukott az életében, az pont ellentéte, ő nem szakértő. Mert ha szakértő lett volna, akkor nem bukott volna. Világos ez? És az emberek tanácsot nem szakértőktől kérnek, hanem laikusoktól, kontároktól, érted? Olyanoktól, akik ahhoz a területhez, magyarul azt szokták mondani, fingjuk sincs ahhoz a területhez. Ja? Na ezt fordítsa majd a fordító. Jó, szóval gondold végig. Tehát ez egy alap dolog. Tehát amikor például egy kis tanítás, amikor például tanuljuk a célmegvalósító coacht, hogyan valósítsál meg célokat, és elakadsz, akkor nem az van odaírva, hogy kérdezd meg a feleségedet, vagy a férjedet, vagy a gyerekedet, vagy a testvéredet, érted? Nem az van odaírva. Ha elakadsz, akkor nézz utána, az az első, ha van hozzá valami anyagod, nézz utána olyan szakértelmi anyagokban, ahol segítséget kapsz. Ha nem találsz ilyet, akkor keresd valami szakértőt, akivel meg tudod beszélni. Érted? Azt a dolgot. De az emberek nem szakértőkhöz fordulnak, hanem a szomszédhoz. Érted? Tehát, és ha megnézed, a világ dolgaiban is ugyanez a helyzet. Beszélnek egymás közt az emberek mindenféle agyament dolgot, érted? Úgy, hogy semmilyen szakértőt nem hallgattak meg. Nem néztek meg, érted? Tehát az, hogy laikusok mit mondanak bizonyos dolgokról, olyan dolgokról, ami semmi közük, érted? Tehát most gondold végig, van egy újságíró. Egy újságíró az nem katonai szakértő. Egy újságíró az nem gazdasági szakértő. Érted? Az újságíró az egy újságíró. Az újságíró azt fogja csinálni, hogy fogja, talál egy témát, és kellően ki kell színeznie azt a témát, hogy egyáltalán végigolvassák az emberek. Érted? Tehát egy újságírónak, tehát a médiát, azok azt újságírók hozzák létre. Érted? Az összes hír, azt az újságírók szerkesztik a híreket. Érted? Tehát olyan emberek szerkesztik, akik ilyen szakterületet tanultak, hogy újságírás, csak nem újságot írnak, hanem mondjuk a tévében hírt szerkeszt. Érted? Tehát a lényeg az, hogy ha az ember tudni akar, akkor szakértőkhöz kell fordulni. Na most, nézzünk. Keres olyan szakértőket, jó? A bolygón, akik mind a 10 területhez értenek. Egyet tudok magamat. Komolyan. Pedig, mint látod, nézegetek az interneten dolgokat rendesen. Itt van 10 terület az életről. Mindenkinek van ez a 10 területe, ha csak valamelyik nem szűnt meg. Ezen a 10 területen nem tudsz föltenni olyan kérdést, amire ne tudnék válaszolni. Oké? Keresd még olyan embert a bolygón, aki erről a 10 területre profin tud válaszolni. Bármilyen kérdéssel. Oké? És ez nem nagy képűség. 13 éve erről a területekről nem tudtak olyan kérdést fölrakni, föltenni, amire ne tudtam volna válaszolni. Világos ez?
Én tudok, amit tudok, te meg hiszel, amit hiszel. Világos ez? Tudod, mekkora különbség van a tudom és a hiszem közt? Óriási. Óriási különbség van. Tehát tudod, mit jelent a hiszem? Az, hogy nem győződtél meg róla. Az azt jelenti, hogy más elhitette veled. De azt mondod, azt te tanultad. Aha, kinek az írásából? Az a te írásod volt? Nem, akkor mástól tanultad. Világos vagy? Vagyok. Oké? Tehát a hit az azt jelenti, hogy más elhitette veled. És az, hogy mikor hitették el veled. Mondjuk az első 7 évedben, vagy a második 7 évedben, vagy a harmadik 7 évedben, vagy ki tudja, hanyadik 7 évedben, ez ebből a szempontból részletkérdés. Mondhatjuk azt, hogy tök mindegy. De nem győződtél meg róla. Amikor te tudsz ténylegesen valamit, arról te meg is győződtél. Világos ez? Nem csak hiszed, hanem meg is győződtél. Ez az óriási különbség. Tehát ezáltal egy hitet meg lehet változtatni. Miért? Mert valamit hisz valaki, és az ellenkezőjéről elkezdik meggyőzni, akkor egy idő után simán elhiheti az ellenkezőjét. De amikor az ember valamiről meggyőződött, azt nem lehet megváltoztatni az ő számára. Világos ez? Arról nem tudod lebeszélni, arról nem tudod azt mondani, de hát az ellenkezője az igaz. Van egy nagyon érdekes dolog, egyre többen évtizedekig nem hallottam erről, majd mostanában az elmúlt 5 évben, vagy nem tudom hány évben, egyre többen jönnek elő azzal a dologgal, hogy a Föld az nem is gömbölyű. Hát nem gömbölyű, mert tudod, egy ilyen kicsit ellipszis. Így van, egy kicsit ellipszis. Így van. Tehát fölülről, alulról, fölülről nyomott. Tehát ilyen kicsit ellipszis alakja van. És tehát nem teljesen gömbölyű. Tehát lényeg az, hogy el akarja, tehát egyre többen mondják azt, hogy a Föld lapos. Hát akkor biztos nem utazott még repülőn. Én utaztam repülőn. És gyönyörűen látni a repülőről, hogy a Föld az gömbölyű. Érted? Tehát mikor fönn vagy mondjuk 9-10 ezer méter magasban, és onnan nézel rá a Földre, ha nincs felhő természetesen, akkor gyönyörűen látod, hogy az a Föld gömbölyű és nem lapos. Érted? És emberek most megpróbálják elhitetni másokkal, hogy a Föld az lapos. Érted? És ez mondom, ez mostanában jött elő ez a téma, már több ilyen hülyével találkoztam, mert nem tudok mást mondani, érted? Hát akkor üljön fel egy repülőre, érted? Mondjuk amelyik felszáll nem egy ilyen kis kétfedeles vacakra, hanem egy nagy utasszállítóra, amelyen 9-10 ezer méteren közlekedik, és akkor gyönyörűen látja azt, hogy a Föld az szép gömbölyű, érted? Sőt, azt is látja, hogyha ugye a Föld forgásával ellentétesen közlekedünk, akkor lassabban megy le a nap. Gyönyörűen látni. És ugye erre is volt lehetőségem, hála Istennek, ezt megfigyelni, hogy ugye most gondold végig, ha lapos lenne a Föld, tök logikus, akkor hirtelen lenne sötét. Hát gondold végig egy korongot, fogjád a fény felé, és akkor hirtelen egyszer csak egyik pillanat a másikra, puf, sötét.
Érted? Nincs átmenet. A gömbölyűnél van szép átmenet. De hát ezt nem jut eszébe senki sem. Nem mondom, szóval ilyen hülyeségekkel foglalkoznak emberek, és elhisznek ilyen hülyeségeket. Érted? Igen, a szélén meg lefolyik az óceán, így van. Persze. Így van. Ah, meg lepotyognak az emberek, persze. Szóval. Tehát, ezt ugye miért mondom? Azért mondom, mert az ember elhihet baromságokat, gondold végig, ő úgy nőtt föl, ezek az emberek úgy nőttek föl, hogy a föld gömbölyű, mert ezt tanították neki. És ő elhitte, hogy a föld gömbölyű. És most már ebben a hitében valami barmok megingatták, és már, sőt, lehet, hogy valakit annyira sikerült megingatni, hogy már azt hiszi, hogy a föld lapos. Érted? Tehát a hit az ilyen, hogy az embert, ha meggyőzik arról, hogy az nem úgy van, és neki arról nincs meggyőződése, akkor onnantól kezdve a hitét meg lehet változtatni. Na most, ez azért is érdekes kérdés, ha jobban megnézzük, mert ott vannak a vallások. És a vallásokban mindenütt vannak írott anyagok. És abban vannak egy múltbéli történések. És akkor azt, ami ott le van írva, azt az emberek biztosra veszik, hogy az úgy volt. Érted? És akkor erre meg kell lehetne kérdezni, hogy emlékszel rá, hogy úgy volt? Ott voltál, és emlékszel? Nem. Hát akkor honnan gondolod, hogy úgy volt? Hát mert ott le van írva. És ugye meg lehet kérdezni az ilyen emberektől is, és te bármit leírhatsz, nem? Leírhatod ezt is, meg az ellenkezőjét is, nem? Meg bármit a kettő között. A papír, az mindent elbír, nem? És ha megnézzük a történelem hamisításokat, hogy mennyit hamisítottak a történelem leírásakor, akkor vajon az, hogy egy vallási iratban mi történt a múltban, azt nem lehetett meghamisítani? És ez a sok hülye milliárd ember elhiszi, érted, hogy minden úgy volt, ahogy ott le van írva. Mert itt milliárdokról beszélek. Nem pár emberről, nem 10 millió ember, milliárdok elhiszik azt, hogy az úgy volt. Ott voltál? Meggyőződtél róla? Nem. Hát akkor ez vagy úgy volt, vagy nem. Világos ez? Na most a történelmet miért hamisítják? Hát ugye, gondold Béli, bele, a jelen történelmét hamisítják. Az a jelen történelem, hogy hányan haltak meg Ukrajnába. Érted? A háború következményeként. Az a jelen történelem. Az is a jelen történelem, hogy melyik csapat erősebb, melyik gyengébb, vagy ki győzött, vagy éppen hogy áll. A jelen történelmet meghamisítják, basszuskulcs. És te meg elhiszed azt, ami mondjuk 2-3 ezer vagy 1000 évvel ezelőtt volt, az úgy volt? Hát ha te elhiszed, akkor erre azt tudom mondani, hogy hülye vagy. Kész. Nem tudok más mondani. Legalább kétségeid legyenek avval kapcsolatban, érted? Hogy az tényleg úgy volt-e. És mondom, sok, tehát több milliárd ember elhiszi azt, hogy minden úgy volt, hogy le van írva a múltban. Hát eleve, ha csak más nyelvre fordítják, tökéletes nyelvfordítás nem létezik. Nincs olyan. Nincs. Nem volt, nem is lesz. Érted? Tökéletesen egyik nyelvről másikra fordítani
lehetetlen. Mert lehet, hogy abban a másik nyelvben nincs olyan szó. Érted? És gondold végig, itt vagyunk mi magyarok, megéltünk történelmi eseményeket, és nekünk körülbelül 10-szer akkora szókincsünk van, mint általában a többi népnek. És képzeld el, hogyha a történelemírók olyan szavakkal írták le magyar történelmet, ami nem szerepel más nyelvekben. Mint például ez a fingom sincs. Érted? Érted? Akkor hogy fordítja le? Hogy fordítja le? Érted? Hát lehet, hogy vannak olyan nyelvek, amiben van ilyen. Angolban van fing. Na, akkor például a basszus kulcs. Na, azt hogy fordítja le? Az nem éppen a basszus kulcs. Hogy fordítja le? Jó, tehát van egy csomó szavunk, kifejezésünk, és ez ugyanígy van. Hát emlékezzetek, hogy például a kommunikációra az nem magyar szó. Nincs magyar szónk. Nem. Nem, mert a kommunikációban benne van az írásos kommunikáció is. A kommunikációban benne van a simogatás is. Érted? Az, hogy egymásra néztek, az is benne van a kommunikációban. És nincs rá szavunk a kommunikációra. Nincs magyar szó. Érted? Nincs magyar szó. Mert ez egy átfogó szó. Tehát a kommunikáció az, az egymáshoz való közelítést teljesen átfogja. Érted? Tehát hogy fordítják akkor egy az egybe? Sehogy. Ferdítik. Persze, elferdíti. Így van, és akkor ferdítenek valamin, akkor az azonos. Na most nézzük meg, az imént beszéltem arról, hogy a jelen történelmet hamisítják. Miért? Mert az az érdekük. Világos ez? Kik hamisítják? Akiknek az az érdekük. És basszus kulcs, nem gondolkozol ebből, hogy a múlt is ilyen volt? Hogy úgy írtak le dolgokat, úgy meséltek el dolgokat, ahogy az érdekük kívánta. Világos voltam? Gondolkodj! Gondolkodj! És akkor erre azt kellene mondanod, hogy ó, basszus kulcs, tényleg, én meg eddig itt mindent elhittem. Erre nem ezt gondolják, akik néznek sokan, hanem milyen hülye ez a Szedlacsi. Érted? Tudod miért? Mert az a nyomvat egód nem bírja ki, hogy ilyen hülye voltál eddig. Érted? Így van. A nyomvat egód miatt. Világos ez? Mert egyszerűen az egód nem hagyja, hogy azt mondta, hogy basszus kulcs, erre nem gondoltam. Hogyha a jelen történelmet ilyen mértékben ferdítik, 2000 év, 3000 év, 1000 év távlatban mennyi ferdítés van abban? Gondolkodj. Jó, de ha egyébként nem tetszett azok a dolgok, amiket mondtam, teszek rá. Ezt tudom mondani. Oké. Okay. Akinek viszont tetszett, várjuk szívesen, szeretettel, hova? Tudatosítsuk az embereket. Ehhez keresünk társakat, akik hajlandóak tudatosodni, és segítenek minket abban, hogy minél több tudatos ember legyen az a bolygó, ezen a bolygón. Mert ha az emberek nem tudatosodnak,
akkor csak két dolog lehet. Vagy tudatosodunk, vagy elhűlünk. Nincs középút. Jó? Tehát nincs középút. Vagy tudatosodunk, vagy hűlünk. A hűlést választ te, ahogy akarod. Én a tudatosodást választottam. És nagyon sokan, hála Istennek, akik itt vannak, a tudatosodást választották. Jó? Egyébként nyugodtan néz utána, nem, semmi gondom nincs ezzel, hogyha utána nézel annak, hogy hol találsz még egy ilyen társaságot, ahol az élet minden területére tudsz kapni megoldást. Főleg ennyiért. Főleg ennyiért. Oké? Mennyi az az ennyi? Mondjuk az első hónap az 660 forint óránként, a második hónaptól meg 420 forint óránként. 30 óra egy hónap, ha felszorzod, akkor nagyjából úgy jön ki, hogy 19.700 az első hónap, második hónaptól 12.500. És a 200.000-es képzések vannak leakciózva erre az összegre. Jó? Tehát havonta az értéke a képzésnek az 200.000 forint, tehát nem egész 7.000 forint óránként. Oké? És ez van így leakciózva most. Úgyhogy várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nincs itt a helye, akkor örülünk neki, hogy nem akarsz idejönni. Ilyen egyszerű. Oké? Mert mi is úgy látjuk, hogy nincs itt a helyed, akkor ilyen egyszerű. Jó? Ha viszont úgy látod, hogy itt a helyed, akkor várunk nagy szeretettel. A képzéseket igénybe tudod venni élőben az interneten keresztül, mind tévén, mind rádión igénybe tudod venni, felvételről, tévén vagy rádión igénybe tudod venni, a helyszínen, hát ott nem tévében vagy rádión, hanem élőben, de hát igen, itt már ugye sokan vagyunk, akkor tévén is, szemináriumon is ugye ott is van kivetítés, ugye mert már szükséges. Köszönjük szépen a figyelmedet, várunk szeretettel, keresd azt a szemét, aki PPH-s és tanuló, a PPH-nál tanuló, jó? Válasz ki, akihez szeretnél tartozni, akinek az ajánlásában szeretnél tanuló lenni. Szeretlek benneteket, sziasztok!